A magyar történelem egyik nagyon izgalmas időszaka a második világháború utáni pár év. Azért is nagyon érdekes, mert nagyon nyilvánvalóan és jól megfigyelhetően látszik, hogy a nyilas rémuralomból és a náci megszállásból felszabadult, tulajdonképpen jó hangulatú országból hogyan tud néhány hónap vagy néhány hét alatt is akár egy újabb diktatúra létrejönni, és hogy hogyan tud átalakulni egy ország diktatúrává. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk, és nagyon fontos, hogy ismerjük azokat a lépéseket, amelyeket esetleg valamikor el kell kerülnünk. Tehát figyeljük most meg ebben a leckében Magyarország szovjetizálása című anyagban, hogy hogyan is valósult meg a diktatúrává alakulás néhány év alatt. Először is a korszak első fontos lépése a békeszerződés megkötése. Ugye a második világháborút elvesztettük, fegyverszünetet kötöttünk 1945 elején, de ez még nem jelentette azt, hogy békét is kötöttünk volna a szövetségesekkel. A fegyverszünet és a béke az nem ugyanaz. Úgyhogy itt a második világháborút lezáró tárgyalások során nyilván megint előtérbe került az, hogy Magyarország mekkora területtel rendelkezzen. Természetesen a legfőbb vágya mindenkinek az volt, hogy az 1918 előtti határokhoz visszatérhessünk, tehát a Nagy Magyarország ismét megvalósulhasson. A másik alternatíva a trianoni határok visszaállítása volt, tehát az, amit 1920. június 4-én ránk erőltettek. Egy reális és nagyon jó lehetőség lett volna az 1941-es határok visszaállítása, ami végül is a legigazságosabb határrendezés lett volna, hiszen ez volt az a terület, ahol többségben voltak a magyarok a történelmi Magyarország területén belül is. Tehát valószínűleg ez e között a három közül kellett választani. Természetesen mindenki abban reménykedett, hogy a jobb megoldás fog megszületni, de sajnos nem ez történt. A párizsi békeszerződés 1947. februárjában Magyarországot visszakényszerítette a trianoni határok mögé, sőt, még a trianoni határokhoz képest még további három falut át kellett adnunk Csehszlovákiának. Ezek Pozsony mellett levő falvak, és jóvátételt kellett fizetnünk, amit már az előző videóban is megbeszéltünk. Ezen kívül a párizsi békeszerződésben kötelezettséget vállaltunk arra nézve, hogy be fogjuk tartani az emberi jogokat Magyarországon. Mondjuk ez éppen nem egy negatív intézkedése a békeszerződésnek, de érthető, hiszen Magyarország egyike volt a nácik szövetségeseinek, ahol például a zsidókat üldözték, vagyis egyértelműen nem tartották be az emberi jogokat. Tehát az, hogy a békeszerződés ezt kötelezővé tette, ez igazából egy pozitív intézkedés volt. Ezen kívül kötelező volt a háborús bűnösök megbüntetésével foglalkozni, de ez már amúgy is korábban megindult, hiszen a népbíróságok már elkezdték a háborús bűnösök számonkérését. Természetesen a népbíróságok létéből, vagyis lényegéből fakadóan nem feltétlenül a jogállami keretek között. Viszont a 47-es párizsi béke azt kellett, hogy eredményezze, hogy a szovjet csapatoknak ki kell vonulniuk Magyarország területéről, hiszen amikor egy ország békét köt az addig ellene szövetségben levőkkel, akkor a megszállásnak is véget kell vetni, hiszen nincs tovább jogosultság, nincs tovább indok arra, hogy megszálló csapatok állomásozzanak az ország területén. Tehát mindenki abban reménykedett, legalábbis akik nem a szovjet csapatoktól várták a sorsuk jobbrafordulását, tehát abban reménykedtek, hogy a szovjet csapatok ki fognak vonulni 1947. februárja után az országból.
De az a helyzet, hogy ez nem így történt, ugyanis maradtak, mert hogy Ausztria, ami ugye tudjuk, hogy a német birodalom része volt 1938-tól, az Anschluss-tól, az továbbra is megszállás alatt volt, méghozzá négy hatalmi megszállás alatt. Így a szovjeteknek kellett felvonulási terület, ahol az ausztriai területeiket el tudják látni, a megszállt ausztriai területeiket. Ehhez pedig szükségük volt arra, hogy Magyarországon keresztül tudjanak a csapatok menni, így tehát arra való hivatkozással, hogy Ausztriát megszállás alatt kell tartani, itt maradtak Magyarországon is a szovjet csapatok, vagyis az a remény, hogy ha végre békét kötünk, akkor már a szovjetek innét el fognak menni, ez meghiúsult. Nézzük tehát még egyszer részletesen, hogy a párizsi békeszerződésben melyek azok a területek, amelyeket elvesztettünk, ismét elvesztettünk. Egyrészt a első bécsi döntés által visszaadott területeket, a Felvidék déli részét, a második bécsi döntés által visszaadott területet, az Észak-Erdélyt, az 1939 tavaszán megszállt Kárpátalját, illetve az 1941 tavaszán megszállt Délvidéket és Muravidéket kellett visszaadnunk, tehát ezeket a területeket. És ha ránézünk a Közép-Európa térképére, akkor azt láthatjuk, hogy azért vannak itt változások. Egyrészt Lengyelország nyugatabbra tolódik, másrészt a Szovjetunióval is határosak leszünk. Hiszen a Kárpátalja, amely a két világháború között Csehszlovákia része volt, majd 39-ben mi megszálltuk, az most a Szovjetunió élet, és ezáltal a Szovjetunió gyakorlatilag határossá válik Magyarországgal. A kommunistáknak egyértelmű a célja. Az a céljuk, hogy Magyarország kommunista diktatúrává váljon. Moszkvából meg is érkezik az utasítás a Magyar Kommunista Párt számára, Sztálintól, hogy az országban át kell venni a hatalmat. Ezen a képen egyébként Rákosi Mátyást látjuk, aki a magyarországi kommunistáknak a vezetője volt. 1946. május 17-én már közli ezt a hírt a Rákosi a párt vezetőivel, tehát ők ettől kezdve egyértelműen azt a célt próbálják megvalósítani, hogy Magyarországból kommunista diktatúra legyen. Tehát bármi, amit tesznek, igazából amit eddig is tettek, de amit ezután tesznek, az egyértelmű, hogy erőszakos és kizárólagos hatalomátvétel céljából történik. Vagyis, hogyha így nézzük, akkor a demokráciának a lerombolása a célja a kommunistáknak, még ha ezt megpróbálják leplezni is. Egy kicsit tekintsünk vissza akkor arra a választási eredményre, ami 1945. novemberében született, és mint ahogy tudjuk, ez Magyarország addigi történetének tulajdonképpen legdemokratikusabb választása volt. Ezen a választáson a Független Kisgazdapárt 57%-os abszolút többséget szerzett, vagyis egyedül is tudott volna kormányt alakítani, de a szovjet megszállók ekkor még ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábban velük koalícióban levő baloldali pártok is, a Szociáldemokrata Párt, a Kommunista Párt és a Nemzeti Paraszt Párt is benne legyen az új kormánykoalícióban. Ebben a párt felosztásban láthatjuk, hogy körülbelül 17%-nyi szavazata volt a kommunistáknak, tehát elenyésző gyakorlatilag. Ezzel együtt mégis a céljuk az, hogy félredobva mindenféle választói akaratot és mindenféle a magyarországi lakosok által preferált pártsorrendet, ők erőszakosan átvegyék a hatalmat. Tehát innentől kezdve egyértelműen megindul a harc a teljes hatalomátvételért. A hatalomátvétel
útja, vagy a hatalomátvétel lépései gyakorlatilag a törvénytelenségeknek a sorozata. Mindez valamiféle törvényességi látszatba belecsomagolva. Tehát a kommunisták megpróbálják úgy átvenni a hatalmat, hogy azt a látszatot tartják fönt, minthogyha ők a törvények nevében járnának el, és a törvényeket próbálják úgy igazítani, úgy alakítani, vagy úgy előadni, minthogyha az egyértelműen az ő hatalom átvételükhöz vezetne. Az egyik ilyen lépés volt a magyar közösség per. A magyar közösség igazából egy a második világháború előtt létrejövő szervezet volt, de a háború után tulajdonképpen nem is működött. Tehát nem volt semmiféle fontos vagy említésre érdemes cselekedetük. Minden esetre létezett egy ilyen magyar közösség nevű szervezet. Ennek a néhány tagját letartóztatják a kommunisták, mert hogy a katonai rendőrség, meg úgy általában a rendőrség, az a kommunisták irányítása alatt van, hiszen a koalíciós pártok között ott vannak a kommunisták is, és szovjet nyomásra a kommunisták kezében van a belügyminiszteri tisztség. Vagyis a belügyminiszter a rendőrség irányítója, így lehetővé teszi számukra azt, hogy valakiket tulajdonképpen megvádoljanak, letartóztassanak, vagy valamilyen eljárás alá vegyék. Így tehát ennek a magyar közösségnek is néhány tagját letartóztatják, és hát kihallgatásokat folytatnak. A kihallgatások során gondolható, hogy mindenféle törvénytelenségeket is elvégeznek, tehát kínzást, vagy kényszerítést, vagy zsarolást, vagy hát amiket így el tudunk képzelni, hogy mit művelnek a kommunisták. Minden esetre ennek a kihallgatásnak, ennek a nyomozásnak a során kisgazdapárti összeesküvés nyomaira bukkannak. Vagyis igazából nem a magyar közösség volt itt a célpont, hanem a kisgazdapárt, a győztes párt, akit megpróbálnak ezzel elkapni, és gyakorlatilag besározni őket, azt mondani, hogy kisgazdák is résztvevői voltak egy olyan összeesküvésnek, ami egyébként nem is történt meg. Hát a kínzás, az erőszak, a vallomások odáig vezettek, hogy ennek a magyar közösség letartóztatott vezetői bevallották, hogy ők meg akarták dönteni a demokráciát, és vissza akarták állítani a Horthy rendszert. Ez természetesen nem igaz, mert hogy kínzás, erőszak és mindenféle törvénytelen módszerrel csikarták ki ezeket a vallomásokat a letartóztatottakból, de ez nyilván a kommunistákat nem szokta zavarni, meg a diktatúrákat általában nem szokta zavarni, hogy mi az igazság. Elég az, hogy valaki nyilvánosan vallomásban kimondja, hogy ő ezt és ezt és ezt tette, onnantól kezdve bizonyítottnak tekintik a vádat. És megpróbálják ezt az egész vádcsomagot ráterhelni a kisgazdákra. Tehát azt mondani, hogy a kisgazdák azok, akik meg akarják dönteni a demokráciát, és vissza akarják állítani a Horthy rendszert. Hogyha belegondolunk, akkor rögtön láthatjuk, hogy ez teljesen nonsens, ez elképzelhetetlen, hiszen a kisgazdák a Horthy rendszerben ellenzék voltak, vagyis ők egyáltalán nem voltak hatalmon a Horthy rendszerben, másrészt pont a Horthy rendszer után nyerték meg túlnyomó többségben a választást, tehát egész biztos, hogy ők nem akarják megdönteni a saját rendszerüket, a demokráciát, amiben ők hatalomra kerültek, és nem akarják visszaállítani a Horthy rendszert, amikor ők ellenzékben voltak. Tehát ez teljesen nevetséges. Az a helyzet, hogy ez azért van, mert a diktatúrák, illetve a kommunisták, mint diktatórikus szervezet, mindig ellenfeleiket vádolják meg azzal, amit ők tesznek. Ez egy nagyon jó taktika. Vádoljuk meg az ellenfelet azzal, amit mi teszünk, és már is védekező pozícióba kerül. Ráadásul az emberek nem nagyon szoktak belelátni ezekbe a politikai folyamatokba. Valamit látnak, valamit érzékelnek, de hogy kivel kötik össze ezeket
az érzéseket, ezeket a tapasztalásokat, azt mindig a propaganda irányítja. Tehát aki a nép számára nyilvánvalóvá teszi, vagy legalábbis megmondja, hogy most kit kell gyűlölni, kit kell utálni, ki a hibás a különböző dolgokért, az van nyerő helyzetben. Így tehát a kommunisták az ellenfeleiket megvádolják azzal, amit egyébként ők tesznek, vagyis hogy meg akarják dönteni a demokráciát, és megpróbálják ráfogni a kisgazdákra mindazt, amit igazából ők tesznek. Ezeknek a vádaknak a hatására a kisgazda párt meggyengült. A belügy bejelentette, tehát a belügyminisztérium bejelentette, hogy szervezkedés nyomaira bukkantak. Vagyis egy olyan szervezkedés nyomaira, ami a kisgazdákhoz vezet. Igazából nincsen még konkrétan kimondva, hogy ki a bűnös, ki mit csinált, ki milyen bűnöket követett el, de próbálják úgy irányítani a híreket, a propagandát, hogy mindez a kisgazdákra irányítsa a figyelmet. Letartóztatják Kovács Bélát, a kisgazda párt főtitkárát. A főtitkár az a pártnak az egyik vezetője. 1947. február 25-én. Ez nagyon fontos dátum, mert ezt tekinthetjük a kommunista diktatúra megvalósulásának az első lépcsőjének. Vizsgálat nélkül, tehát mindenféle nyomozás és bírói, illetve ügyészségi eljárás nélkül, törvénytelen módon, hiszen Kovács Béla országgyűlési képviselő volt, és mint ilyen, ő mentelmi joggal rendelkezett, ami azt jelenti, hogy csak az országgyűlés hozzájárulásával lehetett volna letartóztatni, vagy bűnvádi eljárás alá vetni, ami természetesen nem történt meg, hiszen kisgazda többség volt az országgyűlésben. Szóval törvénytelen módon a Szovjetunióba hurcolták, és 1952-ben 20 év börtönre ítélték. Kovács Béla letartóztatásának következménye pedig az lett, hogy Nagy Ferenc miniszterelnöknek le kellett mondania a pozíciójából, a miniszterelnöki tisztségéből. Ez úgy történt, hogy Nagy Ferenc éppen szabadságát töltötte, és Svájcban 1947 tavaszán, amikor valószínűleg itthonról a kommunisták fölhívták, és megmondták neki, hogy vagy hazajön, és akkor ugyanaz lesz a sorsa, mint Kovács Bélának, vagy pedig lemond a miniszterelnöki tisztségből, és akkor a családja is, és ő is tulajdonképpen személyében megmenekül az atrocitásoktól, ami nyilván várható, hogyha mindezt nem teszi meg. Úgyhogy Nagy Ferenc végül is 1947 május végén lemond, és utódját, a következő miniszterelnököt, Dinnyés Lajost már az előtt kinevezik miniszterelnökké, hogy Nagy Ferenc benyújtotta volna a lemondását. Tehát néha még a látszatra sem figyeltek, hogy a törvényesség látszata egyáltalán be legyen tartva. Úgyhogy ez volt a következő lépés arra, hogy a kisgazdapártot meggyengítsék, és ezzel a hatalomból valahogyan kipenderítsék, és helyette a kommunisták a hatalmat át tudják venni. Egyébként az 1947. február 25-i dátum az a kommunizmus áldozatainak emléknapja, tehát minden évben meg szoktunk emlékezni a kommunizmus áldozatairól, és éppen azért ezen a napon, mert ez volt az a nap, amikor Magyarországon a nyílt diktatúra első lépése megtörtént. A kisgazdapárt megszüntetését, és egyáltalán az ellenzéki pártok megszüntetését szalámi taktikának nevezzük. Ugyanis a kommunisták azt a taktikát alkalmazták, hogy a rivális pártjaik ellen nem frontális támadást indítottak, tehát nem egy az egyben próbálták őket megszüntetni vagy betiltani, hanem
kisebb lépéseket, de nagyon sűrűn adagolt lépéseket adagolt, akkor úgy, mint amikor a szalámiból mindig egy-egy szeletet levágunk, és így próbálták fokról fokra csökkenteni az ellenzéki, illetve az ő ellenfél pártjaiknak a befolyását, a vezetőiknek a sikerességét vagy erejét, hogy ezeket a tisztségviselőket például letartóztatták, és így módon egy pártot irányítóktól megfosztva gyakorlatilag lehetetlenné tettek. Tehát például a vezetők letartóztatása, gondoljunk csak Kovács Bélára, vagy Nagy Ferencnek az emigrációba kényszerítésére. Koholt vádakat, tehát kitalált koncepciós pereket találtak ki, amiknek nincs igazságtartalma, de az egyes pártok nem mertek ez ellen fellépni, hiszen hogyha megvádolnak valakit azzal, hogy a Horthy rendszert akarja visszaállítani, néhány évvel a Horthy rendszer bukása után, ez nyilván egy olyan dolog, amiben nem mer belemenni a vitába egyik párt se, nehogy véletlenül még nagyobb bajt okozzon a részükre. Ezért nagyon sikeres volt a kommunistáknak ez a szalámi taktikája. Ennek a vége az lett, hogy ezeket a vezetőket börtönbe zárták, néha kivégezték. A másik taktika pedig a zsarolás volt, gondoljunk csak Nagy Ferencre, akit megzsarolnak azzal, hogyha hazajön, akkor ő is. Valamelyik politikai börtönbe találhatja magát, szökésre kényszerítés, vagy tartós emigrációba kényszerítés, illetve hát még az elrablás is a pályán volt, hiszen Kovács Bélát például egyszerűen elrabolták. Gyakran a Szovjetunióba hurcolták ezeket a vezetőket, lássuk be, hogy teljesen törvénytelenül, hiszen már ekkor nincs is megszállás alatt Magyarország. Úgyhogy az, hogy egy másik országnak a rendőrségének, politikai vagy bármilyen bűnöldöző szervének kiadni egy magyar állampolgárt, úgyhogy semmilyen bűncselekményt nem követett el az ellen, az állam ellen, ez teljesen törvénytelen, mégis megtörtént több esetben is. Úgyhogy a megfélemlített pártok részekre szakadtak, vagy megszűntek. A parlamentből rengeteg képviselőt a szalámi taktika során kizártak, vagy letartóztatták őket, ezért újabb választások kiírása vált szükségessé 1947 nyarán. Ami igazán problémás ebben az újabb választásban, az az, hogy a választás előtt egy hónappal még a választójogi törvényt módosítják a kommunisták, ami egyáltalán nem volt szokásban, és hát ha törvényesnek még esetleg nevezhető, de etikusnak semmiféleképpen, hogy egy választási kampány közepette megváltoztatják a választási szabályokat. Például kimondták, hogy a háború előtti jobboldali szervezetek tagjai nem választhatóak, tehát őket nem lehet megválasztani semmiféle képviselői pozícióra. Ezáltal 10%-kal csökkent a választásra jogosultak száma, és 500 ezer további szavazót kihagytak a névjegyzékből, mondván, hogy ők reakciósok, vagyis olyanok, akik szeretnék visszaállítani a Horthy rendszert, tehát őnekik nincs jogosultságuk ahhoz, hogy a választáson, a demokratikus választáson a véleményüket nyilvánosságra hozzák. Így tehát egy újabb választás kezdődik 1947. augusztusában, az úgynevezett kékcédulás választás. Ez a kékcédulás választás a kommunisták újabb csalásai próbálkozása volt, ugyanis egy olyan lehetőséget vezettek be, hogy egy igazolással a lakóhelyen kívül is lehet szavazni. Vagyis, hogyha valakinek van egy igazolása arról, hogy ő nem otthon tartózkodik, akkor egy másik helységben is, másik városban, másik településen is tudott szavazni. Viszont ilyen kék cédulát a kommunista szimpatizánsoknak legyártottak sok-sok ezer példányban,
Így a kommunista aktivisták 15-20 helyen is leadták a szavazatukat a kékcédulás választások során. Teherautókkal hordták őket városról városra, faluról falura. Több tucat ember leszállt a teherautóról, leadta a szavazatát, majd felszállt, és egy következő faluban megint leadta. Tehát gyakorlatilag a kommunisták így próbálták meg sokszorozni a rájuk leadott szavazatokat, körülbelül 120 ezer hamis szavazat keletkezett így. Ezzel együtt a választási eredmény a következőképpen nézett ki. A kommunista párt még mindig nem tudja megszerezni az abszolút többséget, sőt igazából alig-alig növeli a rá leadott szavazatok számát, hiszen 24%-ot szereznek meg a 45-ös 17 helyett. Tehát több a rájuk leadott szavazat, de még messze nem a túlnyomó többség. A második legtöbb szavazatot kapó párt a Demokrata Néppárt volt, de mivel ők nem tartoztak a koalícióhoz, tehát a kommunista kis gazda, a szociáldemokrata parasztpárti koalícióhoz, ezért ők kevesebb mandátumot, vagyis kevesebb képviselői helyet kaptak a parlamentben, mert így volt megváltoztatva a választási törvény. A függetlenségi párt szerint a kommunisták csaltak a választáson, tudjuk, hogy ez igaz, viszont a kommunisták őket vádolták meg csalással, és emiatt rájuk a függetlenségi pártra leadott 650 ezer szavazatot törölték, ami rögtön azt eredményezte, hogy elvették a mandátumaikat, tehát nem kapták meg azt a 49 mandátumot, és ebben a pillanatban a baloldali blokk, vagyis a parasztpárt, a szociáldemokrata párt és a kommunista párt már is abszolút többségben, tehát 50% fölötti mandátum helyen rendelkezett, és így ezt a választást ők megnyerték. Gyakorlatilag tehát a törvényesség látszatába csomagolva, de valójában törvénytelen cselekedetek garmadát elkövetve, így érték el a magyarországi kommunisták azt, hogy 1947-re megszerezzék a hatalmat.